Hát persze, itt minden hétvégén a Mozdulj Balaton rendezvénysorozat van. 13 éve van ez jelen, de Ábrahám hegy csak 12 éve szerepel benne. Itt rengeteg sportlehetőség van rajta. Van 2 röplabdapályánk, 2 lábteniszpályánk, 1 homokkézilabdapályánk, streetball pályánk és pingpongasztalaink, meg még a vízben is található játékaink. Idén a Mozdulj Balaton döntő augusztus 27-én tartják Vanyarcvasegyen a strandon, 10 órai kezdettel. Mert hogy ez egy verseny is tulajdonképpen? Ez egy verseny is, ugye Vanyarcvasegyen a döntő, augusztus 27-én tartják, mert ugye ez a rendezvénysorozat a Balatonparti strandokon dönti el, hogy ki milyen sportos. Ábrahám egy tavaly megnyerte, előtte 3. hely, és előtte évben is megnyerte. Idén címvédést szeretnénk tenni. Említetted, hogy milyen mozgás lehetőségek vannak itt a strandon. Van-e az idei évben valami újdonságotok? A magyar vízilabda válogatott jó voltából kaptunk egy felfújható vízilabdapályát a vízre, ami megint növeli a sportszerek számát itt a strandon. A legtöbb kupát azt ugye Mozdulj Balaton versenyeken értük el, meg vannak emlékérmeink is. Tavaly emlékérmet kapott drága édesapám, legsportosabb település vezetőjeként, és hát nagyon sok sportesítményt is nyújtunk. Meg itt Ábrahámhegyen van a Nádori László emlékverseny, amit július 16-ai hétvégén tartunk. Hát még lesz az augusztus 20-ai hétvégén még egy sportrendezvény, az Ábrahámhegyi kupa. És addig a strandon volt a Balaton Beach első állomáshelye múlt hétvégén. Az egészségfejlesztési iroda itt az Ábrahámhegyi strandon teljesítenek ma szolgálatot. Mi a célja a mai napnak, és mivel készültetek a strandolók számára? Vércukor és koleszterin szint szűréssel készültünk, valamint a kérdőjünket hoztuk ki, amit mindig kitöltetünk, és szeretnénk kiszűrni azokat az embereket, akik esetleg magasabb koleszterin szinttel vagy vércukor szinttel érkeznek a strandra. Ezek a nyári hónapok, az igazi strandidő azért alkalmas arra, hogy ti is kimerészkedjetek az irodából. Volt-e már ilyen eseményetek az idén? Igen, múlt héten volt a kolléganőm Monostorapátiba, ott is szűrtek, és még megyünk két helyre, Pálkövére és Zalahalápra. Mennyire nyitottak az emberek, szívesen oda mennek-e hozzátok? Igen, ilyenkor sokkal bátrabbak, megkérdezik, hogy mit csinálunk, mivel foglalkozik az iroda, milyen szolgáltatásokat nyújtunk, és sokkal könnyebben behívjuk az embereket, mint az irodába. Volt-e olyan tapasztalatotok az eddigi szűrések kapcsán itt külső helyszínen, hogy valaki itt döbbent rá, hogy te jó ég, hát nekem milyen magas a testrész százalékon, milyen magas a cukrom vagy a vérnyomásom? Igen, most már 2 szűrésen sikerült kiszűrni egy-egy embert magasabb koleszterin szinttel, és mikor visszaellenőriztük, akkor kiderült, hogy tényleg valóban a részletes vérkép is igazolta, hogy magas a koleszterin szintük. Ahogy itt körülnézünk a strandon, most nincsen az az igazi napsütéses bikini strandidő, de mégis tele a strand, és sokan mozognak. Mit szóltok ehhez, azokhoz a mozgásformákhoz, amiket igyekeznek nyújtani a balatonparti strandok itt Tapolca közelében is? Nagyon örülünk, ugye a strandröplabda és a strandfoci nagyon nagy érdeklődésre ad számot, és ez nekünk is nagyon kedvez. Legközelebb merre lehet majd benneteket megtalálni hasonló szűrési programon? 2016. 7. hó 16-án megyünk délelőtt Zalahalápra 9 órától leszünk kint, és délután Pálkövén a strandon találnak meg minket 2 órától. Egyébként pedig az irodában szokásos nyitvatartási időben? Igen, hétfőn és pénteken nincs ügyfélfogadásunk, viszont kétszerre csütörtökön a szokásos nyitvatartással várunk mindenkit. Morre Tamásné Eszterrel vagyunk itt a egészségfejlesztési iroda szűrőpontjának az első állomásán. Vállalkoztam arra, hogy akkor most végigmegyek én ezeken a pontokon. Eszter, hogy kezdődik egy ilyen szűrés? Ez egy állapotfelméréssel kezdődik, amihez kitörtünk egy nyilatkozatot, ami ugye a statisztikát, a pályázat miatt az elszámolását biztosítja, és akkor erre tulajdonképpen mindenkinek az adatai, a legfontosabb adatok, ami egy állapotfelméréshez szükségesek, rákerülnek. Én ugye felveszem a nevet, születésévet, stb., és megnézzük a vérnyomást. Nézzük a vérnyomást. Nyugalmi állapotban. Szerintem
128 per 81, a pulzusot 64-es, ez tulajdonképpen ideális, az elfogadott ugye 135 per 85-ig mondják, hogy annyinak kell legalább lenni, illetve hogy az a alatti érték az, ami ideális, úgyhogy ezt most jónak mértük. Egyébként többektől hallottam, hogy hát ő már idősebb, neki jobb a magas is. Ez elfogadott dolog? Igazából ugye én nem vagyok orvos, de a szűrés szerint, illetve a protokoll szerint ez a 135 per 85 az, ami irodalom szerint elfogadható, tehát nem nagyon állja meg az a helyét, hogyha emelkedik az életkor, akkor a vérnyomásnak is feltétlenül emelkednie kellene. Nézzük majd, mi lesz a következő állomásunk. A következő a vércukor és a koleszterin szűrés, tehát a vércukrot úgy egyből fogjuk majd egy bökéssel és a koleszterint megnézni. A vércukor szint ugye akkor ideális, hogyha legalább 2 óra eltelt evés után, illetve egy óra van az illető, tehát azt mondjuk, ez a szűrés tájékoztató jelleggel akkor reális, úgyhogy meg is kérdezem Melinda, hogy mikor ettél. Hát egy órával ezelőtt egy kis lekváros spiritóst. Nem tudom, mennyire befolyásolja, meglátjuk. Meglátjuk, hogy milyen gyorsan, milyen volt a mennyiség, vagy milyen gyorsan szívódik. Nyitjuk. Remélem nem fájt, és egy pillanat alatt már a cukrodat tudjuk is nézni, illetve a koleszterinedet. Erre egy kicsit majd várni kell, mert a koleszterin szűrő 3 percen keresztül. Ó, nagyon alacsony a cukrod. 3-as, tehát mintha csak így gyomor. És egyébként nem is fájt, tehát azt hiszem, hogy aki a tűtől fél, az nyugodtan jöhet hozzád mindenképpen, mert tényleg nem fájt. És ez tulajdonképpen, aki nem jár rendszeresen orvos, hogy ezt a vizsgálatot azoknak ajánljuk, hogy bizonyos időnként tájékozódjanak arról, hogy milyen a cukor, illetve a koleszterin szintjük. De hát mondhatunk ugyanezt a vérnyomásra is. A koleszterin szűrő ez 3 percig fog működni, és utána fogja kírni, hogy mennyi a koleszterin. Azt elmondanám még, hogy ez egy összkoleszterin, miért? Tehát ebben mindenféle benn van, a jó és a rossz. Minden, és akkor, ha ezt magasnak találjuk, ez 5,2-ig, a protokoll szerint ez addig az ideális, és ha ez 7 körüli értéket, akkor mindenképpen ajánljuk az illetőnek, hogy a házi orvosát keresse fel, és nézessen akkor egy laborbeli részletes koleszterin szűrést. Ezt is befolyásolja, hogy mondjuk tegnap este elfogyasztottam egy kis kolbászos lecsót? Vagy ez nem olyan, mint a vércukor? Hát annyira nem. Úgyhogy mondom, hogyha magasat találunk, akkor ezt mindenképpen ajánljuk, hogy a házi orvosánál. De ugyanez vonatkozik a cukorra, vagy a vérnyomásra, hogy egy szűrésből nem lehet hosszú távú következtetést levonni, tehát ezt mindenképpen akkor meg kell kontrollálni. Katával beszélgettünk az imént, és tőle is megkérdeztem, hogy meglepődnek-e az emberek itt ezeken a pontokon, azon, hogy hűde magas mondjuk a vércukrom, és elkezdi őket itt izgatni, és tényleg valóban tovább mennek-e aztán? Mi a tapasztalat? Hát a régebbi, miután elég régóta vagyok lakossági szűrésen, úgy látjuk, hogy elmennek. Én visszaszoktam kérdezni házi orvost, illetve volt, hogy tehát megkonzultáltuk, hogy ki volt ott és kinél volt probléma, és hetekkel később visszakérdeztük, és sokan visszamentek, és elmentek, és tényleg komolyan vették, illetve elküldte laborba őket, és akkor ki lettek szűrve, hiszen ez az egész szűrés ezt is szolgálná, hogy ha nincs rendszeres gyógyszerszedés, illetve gondozás alatt, akkor itt lehetőség van arra, hogy hosszabb sorbálás nélkül egy szűrést elvégezzünk, és akkor ha magas értéket találjunk, akkor tényleg érdemes megkontrolláltatni. És hát gyakorlatilag ez a célja, a feladata és célja az egészségfejlesztés irodának. Igen, mindenképpen. És ez a strand is jó alkalom ilyenkor, mert itt ráérnek, és könnyen és gyorsan megvannak ezek a vizsgálatok. Hát akkor nézzük a koleszterint. Igen, most már mindjárt meg lesz az eredmény. 5,05, úgyhogy Melinda, hát amit én eddig szűrtem, az nagyon jó érték. És akkor ezt ide beírjuk. A következő állomás a Katáéknál fog folytatódni, és akkor arra kérlek, hogy ezt a felmérő lapot vigyed magaddal, és a többit majd be fogják kérni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eszter, menjünk akkor tovább. Akkor megérkeztünk, mondhatom, hogy az utolsó állomása itt a mai szűrőponton. Kata, itt nálatok mi történik? Kitöltjük az egészségfejlesztési iroda kérdőívét, haskörfogató testzsír százalékot és testtömegindexet mérünk.
számomra ez a legfélelmetesebb állomás, pedig az előbb már bögtek is, mert itt aztán tényleg kiderül az igazság. Mennyire megbízhatóak ezek a készülékek vajon? Kérdezem ezt nagyon félve. A testtömegindex az egy valós, pontos érték. Ezt a testmagasságból és a testsúlyból kalkulálja a gép. Erre van egy képlet. A testzsírszázalék viszont egy becsült érték, amit a folyadékteret vizsgál a gép, és azzal becsli, hogy mennyi a testzsírszázalékunk. Mit mutat meg ez a testzsír százalék? Mire figyelmeztethet bennünket? Ez ugye az elhízásnak az egyik mutatója lehet. Vannak pontosabb műszerek is, de arra, hogy egy tájékoztató érték legyen, és mindenkit rádöbbentsen arra, hogy bizony itt van egy kis gond, arra bőven elég. És akkor gyakorlatilag ez alap, adat alapján kontrollálhatjuk, hogyha mondjuk most elkezdünk mozogni, hogy akkor egy hónap múlva mennyire voltunk eredményesek, mert nem biztos, hogy a mérleg mutatja a valóságot. Igen, ez az egyik mutató, a másik pedig a centi, érdemes körbecentizni magunkat, hasnál, combnál, fenéknél, és az a legjobb mutató. Hát akkor nézzük. Itt van kezedben tehát ez a készülék, légy kedves, mutasd be nekünk, és mondd el, hogyan kell használni. Jó, először beállítom a testmagasságot, utána majd a testsúlyt, az életkort, és utána kell megfogni a műszert úgy, hogy minél nagyobb felületen érintkezzen a tenyered a géppel, nyújtott kézzel kell megfogni, és akkor el is indítom a mérést. Hát Kata, túl vagyunk a méréseken, mennyire lehetek elégedett szerinted? Mivel korábban is mértünk már, így ez egy ellenőrző mérésnek számít, ez teljesen jó, az előző mérésekhez képest volt változás. És akkor ezután következik a kérdőív kitöltése, ezzel nem mutatjuk a nézőket, csak légy kedves egy pár kérdést mondani, hogy mégis, hogy nagyjából mikre vagytok kíváncsiak a kérdőívben. Nekünk az egyik legfontosabb mutató az, hogy az egészségét ki milyennek ítéli meg, ez alapján kell nekünk ellenőrizni a méréseken. Utána van egy kis pár kérdés a mozgásról, utána a táplálkozásról, dohányzási szokásokról, alkoholfogyasztásról, és a végén a legfontosabb, a kettes típusú cukorbetegség rizikófaktoraira van kérdés. Ha mindent kiértékeltetek, megvan minden eredmény, az előzőekben mért eredmények is, akkor utána mi a teendő? Utána, hogyha valami negatív érték jött ki, akkor érdemes felkeresni a házi orvost egy laborvizsgálatra. Hogyha valaki érdeklődik az iroda mozgás programja iránt, akkor felkeresni az irodát és csatlakozni a programhoz. Egyébként meg mindenkinek jó strandolást! Köszönjük szépen, és akkor találkozunk a gyógytornán. Igen, jövő csütörtökön, 17:30 a sportházban. Jó munkát nektek, köszönjük! A Tapolcai Egészségfejlesztési Iroda egy újfajta mozgási lehetőséget kínál a tapolcaiak és környékbeliek számára, ez pedig a gyógytorna, gerinctorna, amelyre itt a sportház keretein belül lehet jelentkezni. Pontosan mit jelent az EFI keretén belül ez a mozgás lehetőség? Gyakorlatilag bárki eljöhet, akinek nincsen jelenleg akut, mondjuk polckorong sérves tünete, vagy akut lumbágója, azokat szeretettel várjuk ide minden csütörtökön 6:30-7:00. Igazából akkor is lehet jönni, ha már van valamilyen gerinc problémája, mivel már két lábra álltunk onnantól kezdve, sajnos ezek a problémák előjönnek. Igazából olyan gyakorlatokat csinálunk, amik elsősorban a helyes testtartásra vezetnek bennünket, igyekszem azt megtanítani minél egyszerűbb mozdulatokkal, hogy hogyan tudjuk a helyes testtartásunkat beállítani, akár ülésben, akár állásban. Illetve olyan gyakorlatokat csinálunk, amikkel a hátizmainkat, a hasizmainkat, a csípőtájizmokat erősítjük meg. Ez egy iránymutatás, egy heti egyszeri találkozó, aminek aztán otthon kell, hogy legyen folytatása, vagy elég itt hetente egyszer ezeket a gyakorlatokat elvégezni? Hát ha nem is ilyen intenzitással és nem is ilyen hosszan, mert itt egy egész órát tornázunk, de mondjuk ebből egy ilyen 20 percet, hogyha összeválogatnak az emberek, akkor szerintem már elég sokat tesznek az egészségükért. Amikor azt a szót mondjuk, hogy gyógytorna, akkor gerincferdülés jut majdnem mindenkinek az eszébe először, aztán pedig a különféle sportbalesetekből vagy egyéb balesetekből származó sérülések javítása, ízületek, izmok helyre rakása, de itt azért egészen másról van szó, mondhatjuk. Igen, inkább ez egy preventív jellegű dolog, tehát sokkal inkább arra fektetek hangsúlyt, hogy megelőzzük az ülésből, a terhelésből eredő gerincbántalmakat. Nem csak a gerinc, a nyakvállőv az, ami ugyanígy ide tartozik, tehát nem csak
a deréktáji panaszokra vagyunk itt hatással, vagy vagyok itt hatással, hanem elsősorban próbálok arra is figyelni, hogy a vállövát legyen mozgatva. Nagyon sokaknak van, ugye a számítógép előtt ülnek, ülő munkát végeznek, rossz nyaktartásuk, igyekszem azt is korrigálni, bemutatni, hogy hogyan kell helyesen tartani itt is gyakorlat közben magunkat, illetve olyan gyakorlatokat tanítunk, ami a lapocka zárást erősíti, és ezáltal sokkal hatékonyabb lesz ugye maga a dinamikus ülés is. Nagyon nagy létszámú a csoport, most ahogy így körülnézek, mindig ennyire népszerűek ezek az alkalmak? Így van, hál' Istennek, igen. Igen. És ahogy így körbenézek, nem a legfiatalabb korosztály van itt a városból? Nem. Tehát voltak már olyan 20 éves körüliek is, de a zöme a társaságnak inkább ez a 40-es, 50-es, 60-as korosztály. Mik azok az indikációk, amikkel feltétlenül érdemes jönni, amiken tudtok itt segíteni, irányt mutatni, hogy aztán otthon hogyan lehet továbbfejlődni? Hát igazából indikációt nem mondanék így konkrétat, mert gyakorlatilag bárki jöhet, mert ez mindenkinek hasznos. Én szerintem nincs ma olyan ember, akinek nincs szüksége arra, hogy megerősítse a hátizmát, vagy megerősítse a hasizmát. Én azt gondolom, hogy erre mindenkinek szüksége van. Akinek ideje van, lehetősége és kedve, szerintem nyugodtan vegye igénybe ezt az ingyenes lehetőséget. Amikor gyógytornára gondol az ember, akkor nem arra gondol, hogy a végén patakokban folyik rólunk a víz, de azért én tudom, hogy itt bizony keményen kell dolgozni, mégiscsak. Igen, ezzel mindenki meglepődött, hogy itt nálam tényleg patakokban folyik mindenkiről a víz. Tehát sajnos a gyógytornához hozzátartozik, bármennyire is furcsa, de hozzátartozik az, hogy patakokban folyik az emberekről a víz, úgyhogy törölközőt mindenképpen célszerű hozni. És ha már a felszerelésnél tartunk, akkor miben értemes jönni, mit kell magunkkal hozni a tornára? Egy polifomra szükség van, illetve egy törölközőre, és én szerintem egy ilyen fél literes üvegbe vizet célszerű hozni, főleg ezekben a meleg időszakokban. Minden órának van egyfajta tematikája, amire felépül egyik gyakorlat a másikból következik. Nálatok hogy néz ez ki? Van-e bemelegítés úgy, mint egy rendes, illetve egy másik típusú tornán? Igen, tehát én is bemelegítéssel kezdek, van főrész és befejezés, de tehát először mindig egy kicsit átmozgatjuk az ízületeket. Én nagyon nagy hangsúlyt fektetek a nyújtózásra, én nagyon fontosnak tartom, hogy megnyújtsuk a gerincet. Először általában egy hátonfekvő helyzettel kezdünk, és akkor ahogyan a csecsemő is halad, ahogyan az állás felé haladunk, én is ugyanígy vezetem végig az órát, tehát először mindig van egy hátonfekvés, oldalfekvés, hason, négy kézláb, és végül állva fejezzük be a tornát. Hallottál-e tapasztalatokról, javulásokról? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát már én is látom azt, hogy aki mondjuk az elején kezdte, azért sokkal ügyesebben végzi a gyakorlatokat. Szerencsére azt mondhatom, hogy egyre jobban bírják, és egyre több nehezebb feladatokat tudok adni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen. Lehet-e így közben csatlakozni? Tehát aki most gondolja, miután látja a híradást erről a mozgásformáról, hogy csatlakozna, lehet-e jönni bármikor bárkinek? Persze, természetesen, annyit csak, hogy az EFI irodához be kell lépni, a lányoktól kérni egy EFI kártyát, egy ilyen kisebb állapotfelmérésen részt venni, és akkor onnantól kezdve bárki jöhet, hat alkalmas kártyát kapnak az emberkék, és ezt a hat alkalmat ezt újra lehet ismételni, egészen december közepéig tartjuk ezt a tornát, úgyhogy addig szeretettel várunk mindenkit. A jegyző az, hogy nem igazán szoktuk ilyen környezetben látni, sokkal inkább képviselőtestületi üléseken, bizottsági ülések összefoglalóján szokott nálunk szerepelni. Ez most egy egészen más környezet, de ez is egy nagyon fontos helyszíne a városnak most. Miért tartotta fontosnak, hogy jelentkezzen az EFI irodához, és miért pont ezt a mozgásformát választotta? Én azt gondolom, hogy mindenki számára, aki ülő munkát végez, rendkívül fontos, hogy gondoljon a gerincére, hiszen az egész testét ez tartja, az izmait. Én magam is ezért jelentkeztem, ezt egy nagyon jó dolognak tartom, minden héten itt vagyok, mióta ez a foglalkozás elindult, más programokon is részt veszek, de mivel magam is gerincbeteg vagyok, ezért mindenképpen fontosnak tartom, és nagyon jót is tesz. Ma voltam egyébként kontrollon, és minden értékem remek, úgyhogy nagyon jónak tartom, így van. Nagyon mosolygós a társaság, mindenki nagy kedvel, jó kedvel érkezett, ez mindig így van? Így van, óra elején mindig így van, óra végére már egy kicsit alább, hogy ez a beszélgetős kedv. Judit nagyon megdolgozta minket, de ez szükséges is. Jó lenne, ha többször is lenne ilyen lehetőség egy héten, vagy ez minél hosszabb időtartamban tudna folytatódni. Hogyha esetleg valaki most gondolkodik azon, hogy jöjjön-e, akkor milyen bíztató mondatokat tudna mondani?
Mindenképpen egyrészt nagyon remek a társaság, tehát itt jó helyen van, mindenkinek ugyanúgy fontos a mozgás, és ez nem olyan, amit előre be kell gyakorolni, a Judit mindig mondja a gyakorlatokat, tehát ez bármikor bárki bekapcsolódhat, és várjuk sok szeretettel.